Igazából ez a közös ügyek szakmapolitikai fóruma lesz. Elképzelésünk szerint itt megjelennek majd körünkben a különböző demokratikus pártoknak a szakmapolitikai képviselői is. Ők is részt vesznek a beszélgetésben, a vitában, és ettől egy kicsit talán közelebb hozható egymáshoz a demokratikus ellenzék. És hogy el kellene dönteni, hogy minek tekintjük a felsőoktatást, egy kiadásnak, egy ballasznak, ami lóg a gazdaságon, vagy lóg a költségvetésen, vagy pedig társadalmi befektetésnek tekintjük. Vagy például el lehet dönteni azt is, hogy mondjuk minőségfejlesztésben gondolkodik egy kormányzat a felsőoktatásban, vagy egyszerűen csak szeretne spórolni rajta, a kettő talán nem ugyanaz. Hogy a felsőoktatás az szerintem bele kellene, hogy illeszkedjen valamilyen társadalompolitikai elképzelésbe. Ehhez hogyan kapcsolódik ez a munkaerőpiachoz? Ehhez kellene valamit tudnunk arról, hogy a gazdasággal kapcsolatosan milyen elképzelések vannak. Nem mindegy, hogy egy közmunkára építő, ilyen dolgoztatott szegényeket fölvonultató társadalompolitikai elképzelése van egy kormánynak, amiben főleg kiszolgáló személyzetre van szüksége, vagy pedig megcéloz legalábbis valamilyen magasabb hozzáadott értékű gazdaságnak a kialakítását, mint célt. Milyen konzekvenciái vannak ennek a dolognak? Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy akkor, amikor jó évtizede talán, vagy körülbelül akkoriban több döntés következtében lényegében megtöbbszöröződött a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a száma, az nem egyszerűen csak egy mennyiségi változás lett, hanem az azt jelentette, hogy azok a diákok, akiket korábban felvettek, azokat ezután is felvették, plusz az alattuk levő még kétszer annyit, akit régebben nem vettek föl. Na most ez nyilvánvaló, hogy egy vonatkozásban nyilván létrehozott abban a pillanatban egy igen gazdag oktatói folklort, a hallgatók rettenetes tudása, motiváltsága, készségei vonatkozásában, tehát hogy a magyar szakon nyelvtan speckót kellett csinálni, mert tudja kétjével, stb. Ilyesmi. Hogy azok a hallgatók, akik viszont így jó-rosszul bekerültek a felsőoktatásba, azok akkor viszont nem lettek egyrészt munkanélküliek, másrészt árufeltöltők, vagy valami más foglalkozás részesei. Egyébként mi is hibásak vagyunk, megmondom őszintén, a mi alatt az egyetemi vezetőket értem, mert minden kormánynak azt mondtuk, hogy igen, minőséget kell fejleszteni, igen, át kell alakítani a felsőoktatást, de azért mondtuk, mert mindenki arra gondolt, hogy az átalakításból ők kerül ki győztesen. Mondjuk meg őszintén, hogy ez a mi felsőoktatásunknak egy jellemzője, és ezt nagyon jó ki is használják jelen pillanatban. Egyénileg hívogatják be a rektorokat, egyéni szerződéseket kötnek, most 4 milliárdot osztok el, most 10 milliárdot osztok el, senki nem tudja, hogy milyen feltételekkel, senki nem tudja, hogy miért kapott a másik, miért nem kapott. Kérem tisztelettel, így lehet a legjobban megosztani egy felsőoktatást, és így lehet azt mondani, hogy nyugodtan kivonok 2-3 év alatt 40-50 milliárdot, úgyhogy egy hangot nem szól. Inkább jó vezetésekről beszélnék. Vannak olyan intézmények, ahol azt látom, mikor dolgozunk velük, hogy felelős, komoly emberek vezetik. Ezeknek az embereknek a pénzügyi mérlege, a gazdálkodása is rendben van. Ezek lelkiismeretes emberek, és amikor a konjunktúra volt, akkor se szaladtak el. Egyszerűen azért, mert otthonról azt hozták, hogy nem lehet pókerezni közvagyonnal. És akkor vannak a bátrabbak, akik meg 19 lapot húztak, ezek között elképesztő piramis játékok is felbukkantak. És ami most történik jelenleg, az a magyar, teljesen normális alaptörténet, ami egy kulturális folyamatosságot mutat, hogy azok kárára konszolidálják az intézményrendszert, akik felelősen gazdálkodtak, mert valahogy ki kell termelni a piramisnak is a költségeit. Ezt, ami kétségtelen így működik most, én egy ideje figyelem, és én arra jutottam, hogy ez is egy ilyen kulturális értelembe véve új minta. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy megmondják, hanem azt gondolják, hogy ez egy ilyen darwinista minta, hogy harcolják meg majd maguk között. Tehát folyamatosan elvonom a pénzt, és egyszer valaki majd felbukik a sorban,
ő majd, őt akkor kivesszük, tehát onnantól lehet jogszabály, letárgyaljuk az integrációt, összevonás, kikapja meg, meg hasonló, de ezeket a dolgokat nem kell eldönteni, ez majd, ahogy csavarjuk a dolgot, akkor így szépen magától alakul. Én szerintem valami ilyesmi érvényesül, és majd lebirkózzák maguk között a dolgokat. A bölcsészkaron tanítok, és például tényleg felháborítónak és egyben rendkívül szomorúnak tartom azt, hogy az, hogy most azokat a kollégákat, akiket ilyen módon távolítottak el, az ilyen módon történt. Egyszerűen azért, mert én nagyon úgy sejtem, bár nagyon szeretnék látni olyan számokat, amik megerősítenek, vagy megcáfolnak engem, úgy sejtem, hogy nagyon sok léhűtő van a mi karunkon. De az, hogy ez tényleg így van-e, arról mi soha nem beszélünk az egyetemen például, a karnak nincsen egy olyan fóruma, ahol ezeket a méltányossági kérdéseket meg lehetne beszélni. Ehelyett mi történik? Ehelyett elküldik a Nádasdy Ádámot például. Szóval... Miért nincs egy ilyen fóruma? Azért, több válasz van. Az egyik szerintem azért, mert ez egy bölcsészkari sajátosság, az intézetvezető az a fontos ember, és azt hiszem... De ő ezt nem tartja fontosnak? Vagy? De fontosnak tartja, de valószínűleg ott is ugyanaz van kicsiben, mint amire az előbb utaltunk erre korábban, nevezetesen az, hogy mindenki egyenként azt gondolja, hogy ki tudja járni az ő intézetének a megfelelő dolgokat, és ennek megfelelően akkor, amikor össze kellene fogni, ahogy egyébként nagyon sok vonatkozásban mindenki az egyetemi szférában példát vehet a diákoktól az összefogás tekintetében, amikor össze kellene fogni, akkor, amikor már réges-rég elsüllyedt a hajó, akkor még mindig arra gondolnak, hogy hát akkor még lehet, hogy le tudnak bótolni akkor a dékánnal vagy a rektorral. Szerintem sokkal több olyan eseményre lenne szükség, amikor igenis az egyetem lehetne annak a tere, hogy értelmesen megvitassunk bizonyos problémákat, amire a politikai kultúra láthatólag alig képes, de hogy ilyen események, amik mondjuk bekerültek tényleg a médiába, azok az én tanulmányaim alatt alig-alig fordultak elő. Legnagyobb média figyelmet akkor kapta az egyetem, amikor mi balhét csináltunk ott. De szerintem itt valami olyan szemléletváltásra lenne szükség, hogy ezt így proaktívan kezdeményezni az egyetem, hogy mit tudom, akkor mondjuk arról, hogy a közmunka programok például szörnyűek, amiben azért elég nagy a szakmai konszenzus, arról ne az Esély című folyóiratban jelentessünk meg egy többoldalas írást, hanem beszéljük meg, hogy azokat már el se hívjuk, mert hogy nem, abból, ami a parlamentben van, azt a következtetést vonjuk le, hogy az egyetemen se lehetne erről normális vitát folytatni. Lehet, hogy tényleg nem, de egy próbát szerintem megérne azért. Én egyszer tárgyaltam az Oszakai Egyetem rektorával, Oszakába. Teljesen egyenlő partnereknek éreztük magunkat. Én a magyar felsőoktatás teljes költségvetéséért voltam felelős, ő meg a saját egyeteme költségvetéséért, és mind a kettő magyar forintba számítva akkor olyan 215 milliárd forint volt. Így aztán lehetett beszélgetni, hogy ő mennyivel és hogyan gazdálkodik, és hogy nálunk ez hogyan megy. Arra a néhány 10 milliárdra pedig, amit kiemeltek, ebben semmi más nem volt, mint az az elképzelés, hogy kevesebb diák legyen, kevesebb hallgató legyen. Nem kell magukból annyi. Kevesebb egyetemista, kevesebb érettségiző, több szakmunkás. Ennyi volt az egész hátterébe. Ott a hallgatóság ott húzta át a számításokat, azért mégiscsak akik most hallgatók, azok egy demokratikus Magyarországon születtek. Nem azt az utat választották, miközben a politika csinálásnak nem volt meg az a gondolata, hogy más utak is vannak, ha nem leszel diplomás, vagy leszel szakmunkás. Erre meg az volt a válasz, hogy ha nem adtok itthon lehetőséget a diplomára, akkor elmegyek. Itt hagyom ezt az egészet.